Na, egyúttal indítsuk be a jó órák motort is. Motrocska van. Kicsi motrocska van. A fűmán felnőtt a derékig. Emlékeztek ezelőtt 3 héttel még füse volt. Nagyon hamar nő, mikor rájönnek az esők. Ja, nem volt időm foglalkozni mocival. De bébé gyújtottam így 2-3 hetente. Come on, man. Ja, mindegy, mert most úgyse tudnám használni, tehát Tokjába csendesen pihen most az a helyzet, hogy rá vagyunk gazva, kibejárni nem lehet, látnám, hát régebb is jártam kibe motorról, csak nagyon kellemetlen. Mert ugye vékonyak a kerekek, s vágnak bele a sarba. Meg az utánfutó, minden ragad, de az autót meg kellett-e venni, értitek, hogy meg kellett venni most már, ugye? Úgyhogy októberig nem nagyon lesz motorozás. Mondjuk ha a víz lennebb megy, akkor igen, akkor még lehet menni egy kicsit. De amúgy is minden, majdnem minden nap esik, meg dörög, villámlik, vihar van, úgyhogy... június, július, augusztus, szeptember, ez a 4 hónap. Nem nagyon jó. De a szívverését jól esik meghallgatni azért egy kicsit néha. Más, na. Más a motor, más az autó, de mind a kettőnek megvan ugye a célja. Célja. Mit tudom milyen a hasznossága. A hája. You know what I'm talking about. Olyan meleg van, olyan parras, izzad, skin bent, mindegy, mindenhol most már 30 fok felett van a légkondi egész nap, kell menjen. Billáncs, hónap nekiállunk a billáncsnak és levágjuk azt a csövet a tortalba. Beindítsuk, s egy kicsit tesztelgessük. Hogy ha minden jó megy, és nem lesz sok eső hétvégén, akkor hétfőn indulunk a banyába. Menjünk, hozzunk egy kis kavicsot. Valahogy a ginger is kinőtt nagy hirtelen. Még köhög a gép. Kicsit visszalő. Ja, visszalő. Mióta megvettem már, visszalő azóta. Ugye egy dupla karburátoros. Én soha nem áll, mikor megvettem, kipucoltam a karburátorokat, csak annyit csináltam. Nem volt se szelep állítva, se karburátorok állítva. Ja, az a baj, hogyha sokáig áll le, akkor a benzinbe átdugulna karburátoros minden járatok, mert fucking government, itt a kormány kötelezi, hogy belé tegyenek 10% vagy mennyi
etanót, ilyen kukoricából előállított, és az megcseszi. Azt mondja, hogy attól van az, hogy lerakodik és áldugú. Meg állítólag nem jó egyéb cuccoknak se, ott a tömítéseknek, meg ennek annak. Na, ez van, mit csinálni. Be kell egy kicsit gyakrabban gyújtsam, legalább hetente egyszer. Na jó! Még évezetes, mikor egy kicsit visszalő néha mi. Amúgy még ezen is kell dolgozzak elő, itt csepeg az olaj a szelep födeleknél, úgyhogy kell vegyek oda is új pakolást. A pakolás, ezt nem, van aki mondta, hogy nem tudja mi az, hogy pakolás. A tömítést azt Székelyföldön pakolásnak hívtak. Na, kérdezzétek, hogy miért, de így volt. Leöblítsük a csizmákat egy kicsit. Azból ne vigyük be a sorot, ne mocskuljunk. Van elég mocsok úgyis. Na, itt vannak az ajtók. Mindjárt nekiállunk és bemérjük, hogy láme mennyit kell kivágni. Ki kell vágjak a keretből és az ajtóból is. Egy olyan 30-40 centit. Elálltam egy olyan 20-20 centi körül. 15-20 centi kábjányit. Vettem ilyeneket. Ékeket. Egyedül egy kicsit szar lesz az ajtót berakni, meg beállítani. Mert ugye egyik felén vagy, ma úgy kell betenni az ajtót, hogy benne legyen, nem tudod, hogy csak a keretet, hát benne kell legyen az ajtó, tudjad próbálgatni, hogy csináljam. Nem tudok kint is lenni, és bent is egyszerre. Lehet meg kell várjam, míg én habocskos ketten berakjuk. Csak itt lesz a habocska. Persze segítesz. Na, mondtad. Na, még vettem a kilincseket. Itt vettem még sharpit, festőcuccokot, rollert, 4 incsest, törkőt a nagy lámpákba. Még egy kilincs, ugye már 2 ajtó van. És villanyvezetéshez még ilyen half inch coupling, straight coupling. Na jó. Szépen nézek fent, hogy milyen helyzet. Tegyek ventilátort, lámpát, valamit. Ja, nem tudom, hogy túl meleg lesz, mondom, izzadsz kint is, mindenhol bent is, mondjuk bent még a lapáttal a bányagépek is rá tesznek, de amúgy is most ilyenkor áll a levegő. Ventit beindítom, de se segít sokat. Áll a levegő is. Most hoztam ki a hőmérőt a házból, de már menjem felfelé. 80% párra, 90 Fahrenheit, 30 Celsius mérőt, és itt ez fenn fog menni. Na, de nem baj, házba bent van légkond is. Kint van ventilátor, és ennyi. Ki lehet bírni ezt a 4 hónapot, aztán 8 hónap már elég laza. Októbertől április-májusig. A 4-5 hónap van, ami melegebb, parrasabb, meg esős. Oké. Ja, mielőtt nekiállok ajtót szerelni, még lehet ezt-azt megcsinálok. Ugye szegélyléceket fel kell rakjam a falójára. Még ugye bányában is dolgozok itt még menet közben, meg a website, meg stb. De fent, még el kell egy pár dobozt fentről pakoljak ezt-azt. És lehet, hogy előbb jó lenne beszereljem a villanyt.
hogy tudjam akkor a légkondit is beüzemelni, hogy tudjak akkor dolgozni fent nyugodtabban, hűvösebben. Ajtó, villany, légkondi. Á, hogy utálom, mikor folyik a víz róla, izzadok. Nem a meleggel van baj, hanem ezzel, hogy folyik-e, vetett ki a vizet. Na mindegy, menjek meg dologban. Az ajtóból mondjátok meg, hogy vágjak ki. Benedek Laci barátom, ott fel kell hívjam, múltkor elmondta, de már elfelejtettem. Ki kell bontani valahogy ennek az aját. De egy faléc van keresztbe téve, azt ki kell szedni. Habár előbb le lehet vágni. Ja, előbb levágom, és akkor azt ki kell szedjem, és ide visszategyem, mert amúgy ez nem tudom, azt hiszem üres belül, ha csak szigetelés nincs. Meg ez gyenge szar, vékony ajtók, de hát ide bentre jó. Azt lehet, hogy egy bent szigetelés jó lenne rá ragasztani hablemezt, ilyen jó vastagot. Nem tudom, azt szoktál-e csinálni. Ez fasza üzlet volt, 56 dollár, itt jöttek vele izék is a szegőlécek, hogy minek hívja. Le kell festeni, fehérre szépen lefestem, és sárgára. Falakat. Na, jó. Kész, ennyi út. Aztán találkozunk odafent, mikor végre nekiállok a munkáknak. Készülök már mióta, de annyi minden tereli el a figyelmemet. Sok a projekt, meg ugye most már magánéletem is kezdett lenni az utóbbi időben. Igaz, hogy még virtuálisan, de most már kevesebb, mint egy hónap, és itt lesz habocska. Úgyhogy kicsit változni fognak a dolgok. Na jó. Akkor ennyi egyelőre. Ha.